az, hogy alternatív augmentatív kommunikáció? Na, hát ez egy nagyon sokszínű eszköztár és módszertant jelent, alkárként rövidítik, és ez egy olyan gyakorlatilag eszköztár, amellyel nem vagy alig beszélő embereknek a beszéd és a kommunikáció okozta nehézségeket kompenzálhatjuk, vagy annak a hiányát kompenzálhatjuk. Ez nem egy autizmus specifikus eszköztár, tehát sok másokból is lehet valaki nem vagy alig beszélő, de az autizmus pedagógiájában is nagyon elterjedt ezeknek az eszközöknek a használata. Ezek tényleg nagyon sokfélék lehetnek, és mondjuk azt, hogy rámutatunk valamire, az egy úgynevezett manuális jel, egy gesztus. Hát ez is egy alternatív kommunikációs módnak is tekinthető. Tehát, hogy itt nem kell mindjárt rögtön különböző képekre vagy digitális eszközökre gondolni, mert az alkának nagyon egyszerű formái is vannak, és a mindennapi életünk során ezeket a formákat egyébként is használjuk nagyon rugalmasan keverve ezeket a módokat, és autizmusban sem csak mondjuk a képek jöhetnek szóba, hanem természetesen az egyéb formáit is alkalmazhatjuk az alkának. Amiért mégis inkább el szoktunk menni a képek és tárgyak irányába, tehát olyan jelképeket vagy szimbólumokat használunk a beszéd helyettesítésére, amelyek megfoghatóak, mert az a fajta tűnékenység, amit egy gesztus hordozhat magában, mondjuk azt mondjuk, hogy akkor az a másik embernek oda kell figyelni ránk, ott venni kell az adást, vagy fordítva, és ez olyan társas nehézségek mellett, mint amilyen az autizmusban nagyon sokszor van, sokkal nehezebb, mint hogyha egy képet átadunk, vagy egy tárgyat átnyújtunk. Tudnál említeni konkrét módszereket, amit Magyarországon leginkább elérhető és leginkább használatos? Hát a világban is a legelterjedtebb alkás módszertan autizmus kapcsán a PECS-nek a használata, ami persze nem jelenti azt, hogy mindig PECS-et használunk, illetve azt sem jelenti ma, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hogy amit PECS néven illetünk, az tényleg az a módszertan, amelyet egyébként Andrew Bondi és Lori Frost a PECS néven leírt. Ugye ez képcserés kommunikációs rendszert jelent, azonban azt érdemes tudni, hogy nem minden képcserés kommunikáció PECS, hanem az egy nagyon rigid módszertannal leírt, egyébként autizmus specifikusként leírt módszertan, amelyet egyébként ma már nem csak autizmusban ajánlanak, hanem más fejlődési zavarokban, vagy intellektuális képességzavar esetén is. Ez egy nagyon klassz módszertan, ami azzal kezdődik, hogy megtanulják a gyerekek, hogy miért kommunikálunk, még anélkül, hogy szavakat használnánk. De emellett persze lehet szükség más kommunikációfejlesztésre is. Ezzel a PECS módszerrel hogy lehet megismerkedni, hol lehet ezt megtanulni, mik ennek a lépései, egyáltalán miből épül fel? Hát sokféle tréning van a PECS-re. Magyarországon ezek a tréningek nem elérhetőek. Egy alkalommal az FSK megszervezte egy képzésben a PECS 1-es tréninget. Hát ezek legközelebb hozzánk Németországban, Angliában elérhető, igen költséges tréningek, tehát ezt nem minden gyógypedagógus teheti meg, hogy kiszalad egy PECS tréningre. Hát jó lenne, hogyha erre pályázati forrásokból, vagy valahogyan lehetne nyilván megfelelő forrásokat találni. Szóval tréningen tanulhatóak ezek, és valójában ez egy sokszintű tréning, tehát ahhoz, hogy valaki tényleg azt mondhassa magáról, hogy ő PECS-et használ, ahhoz el kell végezni ezeket a tréningeket. Azonban egyébként más, akár képcserés, alkás módszereket szintén szakirodalomból meg lehet tanulni, vagy más módszerek, technikáit is lehet használni. Magyar könyvet tudnál mondani, ami ezzel a képcserés kommunikációval foglalkozik? Magyar szakirodalmat? Nem, hát a tréningnek van ugye egy tréning anyaga, és amikor a magyar tréning volt, akkor ezt le is fordították magyarra, de nyilván azok kapták ezt meg, akik ott voltak ezeken a tréningeken, tehát ez nem egy ilyen szabadon hozzáférhető
módszertan, hanem nyilván akik kidolgozták, azok ahhoz kötik, hogyha valaki azt akarja mondani, hogy ő a PEX-et használja, akkor végezze el az ő tréningeiket. Ezért nem hozzáférhető ez magyar nyelven. Magáról, erről a szélesebb módszertanról, az alkáról viszont létezik magyar szakirodalom. Például Kálmán Zsófia Mással hangzók című könyve, és hát még néhány irodalom foglalkozik ezzel. Illetve, mint ahogy ezt már korábban beszéltük is, mivel a kommunikáció az egy kulcsterület autizmusban, és mivel az autizmussal élő embereknek nagyjából a 20-30%-a legalább nem beszélő, vagy alig beszélő, ezért az általános autizmus szakirodalmak is nagyon gyakran foglalkoznak azzal, hogy mit csináljunk akkor, hogyha valaki nem beszél. Azért, ha jól értem, vannak Magyarországon olyan gyógypedagógusok, szakemberek, akik ismerik ezt a módszert, és tudják is használni. Őket hol lehet megtalálni, vagy hogy lehet velük felvenni a kapcsolatot? Tehát az autizmus szakirányos gyógypedagógusok, ők mind tanulnak alkát. Tehát, hogy augmentatív kommunikációt ők mindannyian képesek használni, függetlenül attól, hogy ezt most PEX-nek hívjuk, vagy nem hívjuk PEX-nek, illetve ezen kívül is nagyon sok minden van az ő eszköztárukban, ami akár a nem beszélő gyerekek kommunikáció fejlesztésében segítségünkre lehet, akár az, hogy hogyan tanítsuk meg azokat a nagyon alapvető társas készségeket, hogy hogyan megyek oda valakihez, hogyan szólítom meg, hogyan kezdeményezek, amelyek feltétlenül kellenek majd ahhoz, hogy ebből valódi kommunikáció legyen. Elmondanád nekünk, hogy nagyjából hogy néz ki ennek a megtanulásának, vagy használatának a folyamata? Tehát a kezdve attól, hogy ugye itt van egy kisgyerek, szavakkal nem kommunikál, oké, leül a gyógypedagógussal, gondolom ez az első lépés. Mi történik ott? Hát, hogyha kiragadjuk a kontextusból a kommunikációt, már abból a kontextusból, hogy az egy társas viselkedés, és csak arra gondolunk, hogy mi az alkának a megtanulása, akkor általában azzal szoktuk kezdeni, hogy kérés funkciót, tehát arra inspiráljuk a gyerekeket, hogy kérjenek el dolgokat. Azért, mert ez jól gyakorolható, azért, mert ismételhető, a szülővel is nagyon jól tudja otthon utána a gyerek gyakorolni, és azonnali kézzel fogható haszna van. Tehát, hogyha ő kér egy csokit és kap egy csokit, az sokkal könnyebben érthető, mint ha rögtön azt kezdenénk el megtanulni, hogy hogyan válaszolja arra a kérdésre, hogy mikor adták ki az aranybullát. Az is kommunikáció, de nem is annyira valódi, mint az, hogy én kérek egy csokit. Szóval a kérésnek a megtanulásával szoktuk elkezdeni, és ehhez olyan környezetet szoktunk kialakítani a gyerek számára, ahol neki kell kérnie. Szóval sokszor ezen kell dolgozni, hogy mindenkinek ki kell lépni a komfortzónájából, mert hogy ugye amit tanulunk, amit nagyon sokszor hallunk, hogy kialakítunk egy autizmusbarát környezetet, amelyben ő önálló tud lenni, de néha ez a környezet nem alkalmas arra, hogy viszont neki kérnie kelljen például dolgokat, mert túlzottan kiszolgáló, vagy túlzottan engedi az önállóságot, szóval egy picit ezt a környezetet ilyenkor felborítjuk, és felteszünk magas polcra dolgokat, vagy éppen csak fogunk valamit, és nem eresztjük el, vagy bezárjuk egy üvegbe, tehát olyan, úgy hozzuk létre a környezetet, hogy neki kelljen kommunikálni azért, hogy megszerezzen valamit. Jó, hát ez a kommunikációnak egy nagyon alapvető formája a kérés, de azért kezdünk itt még egyszer, mert jól gyakorolható, mert azonnali haszna van, kézzel fogható, és nagyon jól látszik az, hogyha én mondok valamit, akkor a másik ember viselkedésére hogyan vagyok hatással valójában ez a kommunikáció. No, és nem kell arról gondolkodnom, hogy a másik ember gondolkodására hogyan vagyok hatással, ami egy sokkal nehezebb dolog. Hogy próbálja ezt kivitelezni, hogy egyszerűen csak mutatja, vagy mondja is neki, hogy nézd itt a csoki, vagy nézd ott a labda, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy hogyan kerül közelhez a gyermekhez, hiszen a gyermek nem foglalkozik vele. Igen, hát különböző technikákat tudunk itt használni. Ugye például a PEX erre egy nagyon erőteljesen viselkedéses technikát javasol, méghozzá azt mondja, hogy legyen ott a kommunikációs partner mellett egy segítő, aki fizikai vezetéssel megtanítja azt a gyermeknek, hogy hogyan adjon át egy képet, majd ezt a vezetést visszavonja egész odáig, míg a gyerek spontán nem tud kezdeményezni azzal, hogy átad egy képet. Ez a telefonom. Szerintem csöröksz.